Dió nagyságú jégeső sújtotta Halmajt és Megyaszút június 21-én. A lakóházak mintegy egyharmadában, összesen 158 épületben keletkezett kár, a legtöbb esetben a tetőszerkezet sérült. A házak egy részére azonban nem kötöttek biztosítást, így a lakások tulajdonosai az önkormányzat és a katasztrófa védelem raktárainak készletéből kaptak fóliát a további károk megelőzéséért. A jégverést követően azonnal biztosítottunk fóliát és lecet a tetők befedéséhez, illetve nyújtottunk segítséget a tetőfedéshez is, és a kormányhoz fordultunk Viszmajor támogatás érdekében, hogy a kárenyhítésben tudjunk segíteni a károsultaknak. A leggyorsabb segítséget a Katolikus Karitas Szeretett Szolgálat nyújtotta. Ők azonnal megkeresték önkormányzatunkat, és egyeztetve a biztosítással nem rendelkező lakástulajdonosok részére nyújtottak támogatást. Mintegy 28 lakóház esetében, 21 esetben biztosítottak anyagot a felújításhoz, illetve a helyreállításhoz a tulajdonosoknak. 7 esetben pedig a Caritas végezte el a kivitelezést, és hát hál' Istennek ezeknek a lakásoknak esetében már a helyreállítás megtörtént. További támogatást kaptunk a görögkatolikus főegyházmegyétől közel 5 millió forint értékben, így elkülönítettünk még egy 7 millió forintos keretösszeget, és a kormány által várható támogatással együtt szeretnénk még a károsultakat segíteni pénzbeni támogatással. Több mint 20 családi ház felújításában nyújtott segítséget a rászorulóknak a Katolikus Karitász. Erről tájékoztatta a sajtó képviselőit augusztus 3-án a Máriaházban Écsi Gábor, a Karitász országos igazgatója, Tóth József, Halmaj polgármestere, valamint Ternyák Csaba egri érsek. A Katolikus Karitász, amint megtudta, mi történt, első dolga az volt, hogy segítsen. Így felmérték a károkat és beszerezték a helyreállításhoz szükséges anyagokat. 23 házon kezdtük el a felújítást, azokat a családokat választottuk ki, akiknek nincsen biztosításuk, vagy szociálisan is nehezebb helyzetben vannak, magatehetetlenek, idősek, és így már ők maguk nem tudnak a helyreállításban részt venni. Közel 10 millió forint az az összeg, amit ide hoztunk, és a házak lakhatóvá tételére költöttünk. Legnagyobb károk a tetőszerkezetekben történtek, palát és cserepet nagyon sokat kellett vásárolni, illetve a felajánlott adományokból idehozni. Volt, ahol a fa szerkezet is sérült, és az azt követ vihar utáni napokban is jelentős csapadék volt, és így komoly beázások is történtek, így a lakótér festésében is kellett segíteni, illetve nagy mennyiségű festéket is szállítottunk ide. Ternyák Csaba egri érsek szerint példamutató az a fajta összefogás, ami a halmaiak, a helyi önkormányzat és az egyház között alakult ki. A munkálatok után a júniusban viharkárt szenvedett halmai családok immár helyreállított házát, és annak lakóit Ternyák Csaba megáldotta, aki nagyon hálás a gyors segítségért, mert kétszer ad, aki gyorsan ad.